Egy pilóta és a csapatigazgató viszonya mindig igen kényes dolog. A csapat neve, az, hogy Ferrari, mindig nagyobb, mint a pilóta. Persze a pilótáknak erről más a véleményük. Régebben sokat panaszkodott a csapatra, hogy értette ezt akkor? Akkor tapasztalatlan voltam, és az volt az érzésem, de nem volt értelme a panaszkodásnak. Tehát úgy gondolja, hogy félreértelmezte a helyzetet? Igen. Most nem érez valami hasonlót, mert mindenfélét beszélnek, tudja, megy a pletyka, hogy Frank Williams esetleg meg akar válni magától. A pletyka a Formula 1 hajtóanyaga. Ez tartja életben az emberek érdeklődését. Az, hogy a kocsik mennek körbe-körbe, az sokszor mellékes. Nekem az az érzésem, hogy a pilóta és a csapat közötti viszony igen ingatag. A csapat nem akarja, hogy a pilóta túl erős legyen, és nem szeretne túlzottan függeni a pilótától. Nagyon pontos megfigyelő. Ez alapvető konfliktus, nem lehet feloldani? Nem. Minden pilóta szeretné, ha ő tartaná kézben a dolgokat, de a csapat nem az enyém. Damon még további másfél napig tesztelt, és ez alatt körülbelül háromszor teljesítette a Grand Prix verseny hosszát. Teljes odaadással dolgozott, pedig nem tudhatta, magának fekteti-e be a munkát, vagy másnak. Másnap már Írországban volt, de még mindig nem otthon. A szponzorok óhajára a Phoenix Parkba kellett látogatnia. Ismét minden percét előre meghatározta egy forgatókönyv, beleértve azt az időt is, amíg a forgatókönyvet ismertették vele. Mi lesz ez? Itt interjút készítenek magával. Egy újság? Igen, az Irish Independent. Fél óráig? Talán nem tart addig. Első jelenet pilótaruhába bújni és találkozni a rajongókkal. Második jelenet autogramosztás, persze sapkában. Harmadik jelenet a szemtől szembe interjúk. Megnyugodtam. Ezek a riporterek sem találtak ki okosabb kérdéseket, mint én Barcelonában. Hill udvarias volt, pedig legszívesebben nyilván kitekerte volna a nyakukat. Ettől függetlenül nyugodtan és készségesen válaszolta már ezerszer hallott kérdésekre, mondhatni, szinte semmi nem hozta ki a sodrából. I'm sorry. How'd that happen? You're on the phone. Someone's rung you. Okay. Thank you. Véget ért a szemtől szembe. Most a változatosság kedvéért jöhet a tutti, az egész sajtó egyszerre. Sok mindent beszélnek a következő szezonnal kapcsolatban. Jól érzi magát a Williamsnél, vagy tárgyal más csapatokkal is? Én nagyon sok munkát fektettem be ebben az idényben a Williams csapatba. Abba, hogy ott maradjak, és hogy jó legyen a csapat hangulata. Jó a kapcsolatom a mérnökökkel, technikusokkal és a szerelőkkel, a szponzorokkal is. És mindenképpen a csapathoz tartozónak érzem magam. Meg akarjuk nyerni a márkák világbajnokságát is. Az egyéni cím már mindenképpen hozzánk kerül. Én csak a cserekedvért semmiképpen sem látom értelmét a cserének. Nagyon sokat jelent ugyanis egy olyan csapatnak dolgozni, amelynek ilyen kiváló kocsija van.
Hill úgy tett, mint aki le van nyűgözve ennyi váratlan szeretettől. Több száz teljesen egyforma interjú után a szigorú menetrend egy éjszakát engedélyezett a családnak. A feleségének azonban még előtte ki kellett állnia egy próbát a Star Reporter kérdéseit. Milyen érzés egy hős feleségének lenni? Erre a kérdésre lehetetlen válaszolni. Itthon nem úgy van, hogy az ember felébred reggel, oldalra néz az ágyban, és azt mondja, Uram Isten, itt van a hős! Mi nem úgy nézünk rá. Nekünk ő csak démon, vagy apu. Démon jó apa? Nagyon jó apa, igen. Neki az a kikapcsolódás, ha itthon van is, együtt lehet a gyerekekkel, együtt hancúrozhat velük. Amikor ő van velük, nekem órákig nem kell rájuk nézni, csak integetek nekik az ablakból. A gyerekek mind a nyakában vannak, dögönyözik. Nagyon szeretik. És abban a helyzetben, amiben ő van, nagyon könnyű volna elkényeztetni őket. Akarhatná ezzel kiegyenlíteni azt, hogy nagyon keveset van itthon. De nem ezt teszi. És én ezt lényegesnek tartom, mert nekem még fontos. Fontos a fegyelem. Hogyan ismerkedtek meg? Egy közös barátunk hívott meg mind a kettőnket egy tűzrakós kerti mulatságra, és ott volt. A tűz ropogása mellett ismertem meg. És milyennek látta először? Először nem nagyon tudtam hova tenni. Egész este hülye vicceket mesélt nekem, és én nem értettem belőlük egyet sem. Azt mondtam magamnak, hogy ez bolond, és nem értettem, hogy mi ez, mit lát benne a többi lány, mert volt egy pár ismerősem, akinek nagyon tetszett. De akkor együtt töltöttük az egész estét, és aztán másnap is találkoztunk, mert elmentünk valakihez megnézni valami motorbiciklit, és emlékszem, hogy már akkor arra gondoltam, hogy ehhez az emberhez fogok férhez menni. Pedig akkor még nem is tetszett, és nem volt bennünk semmi közös. De én tudtam, hogy hozzámegyek. Eleinte, amikor még csak barátnője volt Démonnak, milyen volt a versenyzés? Nyilván esetlegesebb, ugye? Hát, esetleges. Igen, azt is lehet mondani, de ha azt mondjuk, hogy teljesen amatőr, akkor sem járunk messze az igazságtól. De jó volt. Démon akkor motorral versenyzett, és egy barátjával, aki szerelő volt, hármasban jártunk a motorszállító furgonnal a versenyekre. Bepakoltuk a szendvicseket, és mentünk Anglia Istenháta mögötti sarkaiba. Démon rótta a köröket, én meg a barátjával tartottam a táblákat neki a pálya mellett. Emlékszem, egyszer úgy zuhogott az eső, hogy lemosta a krétát a tábláról. Démon akkor valahol a mezőny közepén volt, talán 26., de mi tartottuk benne a lelket, kiabáltunk, gyerünk, Démon! De hát ez ma már nincs. Egy versenyző általában uralja a kocsit, de a felesége viszont végképp nem tud tenni semmit, ha történik valami. Szörnyű lehet ez a tehetetlenségi érzés. Kegyetlen gyötrelem, legalábbis nekem. És mindig csak rosszabb, mert minden nagy díjversennyel egyre rosszabb a helyzet, különösen, ha itthon vagyok. Akkor azért, mert nincs semmilyen információm azon kívül, amit a televízióból hallok. Ha ott vagyok a boxban a verseny alatt, az valamivel jobb, mert a sok ember, a csapattársak jelenléte védelmet jelent. Tudom, hogy ha valami történik, akkor ott vannak. Kéznél vannak ők, akik tudják, hogy mit kell csinálniuk. Igyekszik leplezni idegességét Démon előtt? Igyekszem nem túlságosan a közelében lenni, mielőtt a verseny kezdődik. Ha ott vagyok a csapattal, mindig benéz és ad egy puszit. Szia! És már megy is ki a pályára. De akkor én is eltűnök. Járkálok ide-oda. Én nem szeretek egy helyben állni olyankor, mert akkor jönnek és beszélgetnének. Én pedig nem tudok beszélgetni, mert túlontúl ideges vagyok. Pedig Démon mindig azt mondja, hogy gyere be a boxba és nézz körül, de én nem tudom ezt megtenni a verseny előtt, mert akkor ő is csak azt látná, hogy a rémült képemre kiül a pánik. Úgy hírlik, hogy mindez ön nélkül nemigen jöhetett volna létre. Tisztában van azzal, hogy kulcs szerepe van Démon pályafutásában? Démon mindig azt mondja nekem, mennyire fontos vagyok a számára, és ez nagyon kedves tőle. A legtöbb dolgot egyébként megbeszéli velem, és érdekes, hogy nagyon ritkán hallgat az én tanácsaimra, mert a saját megfontolásait követi általában, de mégis mindent megbeszélünk. Szóval tényleg úgy érzem, hogy fontosak vagyunk egymásnak.
Minden nagy versenyző háta mögött ott van a többi versenyző, de ha szerencséje van, ott van egy feleség is. Úgyhogy több kérdésem nem is volt hozzá. Georgi tisztában van a veszélyekkel? Hogyne. Az utóbbi időben két pilótát is elvesztettünk a Formula 1-ben. De a pályafutásom alatt nagyon sok versenyző halt meg, vagy lett maradandó sérülése. De ez a dolog nekem semmiképpen nem volt újdonság. Nekem nem voltak illúzióim a veszélyeket illetően. Amíg apám versenyzett, évente körülbelül két ember halt meg, akik mind az ő jó ismerősei voltak. Én ezzel nőttem fel, és megtanultam tartani ettől. Belém vésődött, hogy a kockázatokat sosem szabad könnyedén venni. Az erdei pálya Belgiumban. Itt már sok versenyző meghalt. A hosszú egyenesekben hihetetlen sebességgel mennek az autók, és gyakran esőben. Damon Hill ezen a versenyen biztosíthatja magának a bajnoki címet, mert ha nem, akkor az még távolabb kerül. Jacques Villeneuve, aki ott liheget Hill nyakában, még élvezte a sajtókegyeit. Az új fiú nem mondott nekik semmit, és ők ezt készségesen tudomásul vették. Démont viszont úgy szorongatták, mint egy csapat lelkes inkvizítor. Mit tud mondani a következő évi kilátásokkal kapcsolatban? Van már előrelépés, de konkrét hírt még nem tudok mondani e pillanatban. Villeneuve-t nem veszíthetett. Második helyével jó pozícióban volt, ha most Hill összeroppan a nyomás alatt, az abszolút újonc azonnal a világbajnoki trónra lép. Hillnek most jót tett volna, ha valami eltereli a figyelmét a versenyről, de a versenyzők szövetségének képviseletében ráhárult a feladat, hogy a pályafelügyelővel együtt megvizsgálják a pályát. Vele tartottam. Ez a pálya régi része. Ez egyáltalán nem változott már régóta. Egy kicsit már ráférne a felújítás. Ez egy nagy sebességű pálya, ugye? Igen, attól a kanyartól előre végig direktben lehet menni. Egészen a boxig egyenes a tere. És milyen sebességgel hajtanak itt? Itt a lelátó meglehetősen félelmetesen magasodik előttünk, de onnantól kezdve elég meredeken lejt a pálya. Hát itt rendesen fel lehet gyorsulni, úgy 320-330 körül tudunk itt menni. De ha már itt van az ember, úgyhogy az előző kanyarban megúszta egy kis lassítással, akkor itt már megint mehet, mert egyenes következik. Csak innen már felfelé megy a pálya. Hosszú egyenes, de alattomos az emelkedő. Ezen a szakaszon lehet előzni, amikor lehet. De nagyon nehéz pálya, főleg amikor esik. Itt szinte az eső lejön a dombról egyenesen az ember képébe. Mit lehet látni olyankor? Csak a nagy homályt. És az előtte haladó kocsi piros lámpáját. Még az sem. És lassítani sem szabad, mert a mögötte haladó kocsi meg beleszalad. Pontosan. Ha az ember ezen a szakaszon lassan hajt esőben, akkor számíthat rá, hogy kap egy kecsketúrót hátulról. Ez itt egy nagyon gyilkos kanyar. Még ennél a sebességnél is elég éles a kanyar. Igen, pedig ez csak 120. Képzelj el, mi van akkor, ha 280-nal érkezem ide. Ez komoly, te jó ég. Már most a frászt hozta rám. Közben a csapatok megkezdték a kocsik előkészítését az időmérő futamokra, amelyek majd eldöntik a rajthelyeket. Georgi ekkor még egészen beszédes volt, de vajon lesz-e ilyen közlékeny akkor is, amikor a kocsik elindulnak? Az időjárási jelentés ugyanis semmi jót nem ígért. Démonnak ismét jól jött volna, ha valami eltereli a figyelmét a gondokról, és erre a célra megint csak ott voltam én. Szerintem ebben még maga se fér bele. Belepréselem magam. Az embernek kicsit tekeregni kell, hogy beleillessze magát. Ez az új párnázat itt nagyon jó, biztonságos. Megpróbálhatom? Persze. A cipőmet vessem le, ugye? Igen, az jó volna. Nehogy kárt tegyek valamiben. Nyújtsa egészen előre a lábát, aztán a karján támaszkodva engedje le magát. Azt hiszem, ráültem a biztonsági övre. Ez egy kicsit keskeny nekem. Magának befér ide a háta? Igen, az... Ez egészen izgalmas. Ennek a keskeny vájatnak kell tartania az ember testét középen?
Azért ilyen keskeny, hogy a vezető ne csúszkáljon jobbra-balra a kanyarban. Mert a verseny...